Csáky László, nyugalmazott pedagógiai tanácsadó nyitotta meg a Pipó, vagyis Ozorai Gábor fotóiból készült kiállítást a Dombovári Művelődési Házban. Csáky Lászlót 50 éves barátság fűzte a tavaly nyáron elhunyt művészhez. Ozorai Gábor az az ember volt, aki együtt élt a géppel, egész életén keresztül egy készüléket használt, csak fekete-fehéret, szinte életvitelszerűen élt együtt szimbiózisban ezzel a géppel, és hát, amint látható, csodákat tudott rögzíteni. Lombovár szülötte volt, itt dolgozott, sok olyan alkotásban is részt vett, mint például a Keserű Ilonának, a szomszéd épület látható reliefje, ami ugye Kossuth díjas művésznőről beszélünk, a kortárs művészet egyik legismertebb festője, Keserű Ilona. Párizstól New Yorkig vannak képei, és hál' Istennek Dombováron is van egy, ez a relief, amelyik úgy kötődik Ozorai Gáborhoz, hogy ez a színforgó 5 forgóoszlopból állt a háttér előtt, amelyet a gyerekek forgathattak szabadon, és ő tervezte meg ezt a forgathatóságot, a technikai kivitelezést, tehát műszaki értelemben is egy zseni volt, ebben én biztos vagyok. Ozorai Gábor a fekete-fehér színekkel tudta a leginkább kifejezni önmagát. Ő nagyon jól tudta az időt érzékelni, az időseket, a generációkat, az elmúlást, az új keletkezését. Elsősorban azt hiszem, ezek jellemzik a fotóit, és egy nagyfokú szociális érzékenység is átsüt ezeken a képeken. Alkotói munkásságát egy könyvben is összefoglalták. Kerényi Zsolt alpolgármester keresett meg, akit Pipó özvegye, akihez Pipó özvegye régi barátság fűz, hogy kellene ezzel a hatalmas fotós hagyatékkal valamit kezdeni, kellene készíteni egy könyvet. De szerencsére Györgyit, az özvegyet rábeszéltük arra, hogy ha már egy könyv készül, legyen egy kiállítás is. Úgyhogy ma ennek örülhetünk, hogy mind a kettő itt megtörténik. A könyv elkészítésének a folyamata az viszonylag gyors volt, azt lehet mondani, mert egy nagyon nagy segítségünk volt. Egy neves fotó és filmesztéta, Féja Sándor, aki a 70-es években barátkozott össze és ismerte meg Pipót, az Arai Gábort, és ennek a barátságnak köszönhetően ő rögtön rendelkezésünkre állt, és gyakorlatilag a könyv összeállításában, illetve hogy milyen képek maradjanak, mert hát azért nem mindent lehet ugye egy ilyen művészi kötetbe se beletenni. Ő ebben nekünk nagyon sokat segített. Ozorai Gábor életének utolsó éveiben súlyosbodó betegsége miatt már nem vett részt a közösségi életben. A képei azonban tovább élnek velünk, hangzott el a rendezvényen.